Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, eljött az a nap, immáron 11-szer, amikor a Szent István Művelődési Házban megrendezik azt az adventi jótékonysági estét, ami hagyományos módon határon túli barátaink megsegítését szolgálja. Ugye tavaly a szeretet dicsérete, így invitáltuk meg önöket, ebben az esztendőben pedig a meghívón az szerepel Zsolt könyvéből, mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Ez tehát ez a mondat, amely meginvitál bennünket, vendégeim pedig Pusztinából érkeztek, egy csodálatos csángó csapat az enyém, gyönyörűséges népviseletben, és itt van velünk akkor szép sorban Gál Renáta, szervusz Renáta, egy tündéri ifjú hölgy, Madalina, Bartos Madalina, szervusz Madalina, még egy tündéri hölgy, Karda Dária, gyönyörűséges neved van, szervusz Dária, és Mátyás Mónika, pusztinai magyarház tanítója, aki már többször is volt vendégünk, és köszönöm, hogy megtisztelt bennünket, köszönöm, hogy itt vannak velünk. Beszéljünk egy kicsit a jótékonysági estről. Engedjék meg, hogy Spányi Antal megyéspüspököt idézzem. A tavalyi esztendőben megyéspüspök úr úgy fogalmazott, hogy azt gondolom, ilyenkor, amikor szeretetet nyújtunk egymásnak, jó tanulni a betlehemi családtól. Így adódik attól a családtól, amelynek tagjai önzetlenül tudnak jót tenni, tudnak egymásra figyelni. Így adódik, hogy mi is ökumenikus összefogással önzetlenül próbálunk jót tenni határon túli magyar testvéreinkkel. Talán nem is az a legfontosabb, hogy mit tudunk adni, hanem hogy érezhetik szeretetünket. Nos, azt hiszem, hogy ez a szeretet mindenek feletti, hiszen szeretjük azt a csapatot, amely évről évre meglátogat bennünket. És akkor beszélgessünk erről a csodálatos estéről. Ebben az esztendőben, azt még gyorsan elmondom, a Kárpátaljai Református Egyházkerület idősek otthona és a Lea Otthon családok átmeneti otthona javára rendezik ezt a koncertet. Többek között közreműködnek, még egy kis türelmüket kérem. Miklósa Erika, Kossuthias operaénekes, Császár Angéla színművész, Boncsér Gergely és Bordás Barbara énekművészek, a Vox Mirabilis, Szlama László, Enyedi Ágnes, Salamon Soma, Enyedi Tamás, prímadíjas népdalénekesek, tehát népművészek, és itt vannak velünk természetesen a felvidéki barátaink, Török Tilla, Török Flóra és Török Dancsó Ádám, és itt van velünk a pusztinai csapat, ami gyönyörűséges csángó népviseletben öltözött csapatunk, plusz még természetesen majd Méhes Noémivel és Török Torok Benyáminnal is megismerkedünk, akik a Vajdaságból érkeztek. Most azonban az identitás erősítése, és már is itt vagyunk. Nos, milyen gondolatokkal jöttek, Mónika? Hogyan készültek erre a napra? Hiszen ez az esztendő egyik fénypontja. Nekünk minden bizonnyal. Már nagyon vártuk. Már tavaly, amikor vége volt az adventi estnek, akkor Judit néni mondta, hogy úgy készüljetek, hogy jövő ilyenkor ismét találkozunk. Úgyhogy mi nagyon vártuk, hogy jöhessünk. Nagy örömmel jöttünk elhozni egy kicsike szeletecskét a pusztinai, a csángó hagyományokból, a karácsonyi szokásokból, a székesfehérvári embereknek, akik minden évben nagy-nagy szeretettel várnak. Érezzük ezt a szeretetet évről évre, úgyhogy nagyon, nagyon jó érzés itt lenni, és nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Mi köszönjük. Dária, ismerkedjünk meg veled, mutatkozz be nekünk, hiszen tegnap előtt azt hiszem egy híranyagot láthattunk, amikor a fehérvári adományok megérkeztek Pusztinába, és akkor egyrészt énekeltél nekünk gyönyörűen, de csak ennyit tudunk, azon felül persze, hogy egy gyönyörűséges neved van. Honnét jött ez a név? Hát a szüleim gondolkoztak, és a Dária nevet szerette az édesanyám, és a Tíme édesapám, mert ő dolgozott Magyarországon, és szerette nagyon ezt a nevet. Ez a Dária egy gyönyörű, ugye Dáriuszt ismerjük, és te is egy kincs vagy természetesen. Mesélj nekünk azokról a dalokról, amiket megtanultál. Hogy kezdődött ez az egész? Alapvetés volt, hogy magyarul beszéltek természetesen, de hogy kerültél közel a népművészethez? Ki segített ebben?
Hát az énekeket Ilonka nénitől, Nisztor Ilonától tanultam, és nagyon szeretem. Mi mindent kell tenni azért, hogy napról napra, hogy sokat kell gyakorolni nyilvánvaló, hogy ilyen szépen énekeljen valaki? Hát kell gyakorolni, mert a gyakorlás az minden. Nagyon jó, ezt gondolom én is. Madalina, szintén hallottalak énekelni a Duna TV-ben, illetve beszélni, nagyon szépen beszélsz. Meséld el nekünk, hogy mit jelent számotokra a magyar nyelv, mi mindent csináltok úgy, hogy amikor társaiddal összejöttök, és a kicsit a népművészettel foglalkoztok. Hát sokat énekelünk, tanulunk, és együttesben sokat énekelünk, hogy tanuljuk meg mindenki az énekeket. Uh-huh. Renáta, ugye hát nagylány vagy már, és alapból tudjuk azt, hogy minden egyes olyan pillanat élmény, amikor itt vagy velünk. Nálad mi az indítatás, mit jelent az, hiszen szép lassan felnőtt leszel, és ahogy tetszik, a magyarságoddal töltötted az életed eddigi felét. Hát nekem nagyon fontos a magyarságom, és hogy székelyként is, hogy büszke vagyok a székelységemre és a magyarságomra, és előszeretettel szoktam jönni Magyarországra, és nagyon örültem, amikor eljutottam verstáborba, és fehérvári fiatalokkal ismerkedhettem meg, és dolgozhattam velük együtt, és nagyon örültem annak is, hogy most is eljöhetek ide. Ugye a csíkcsomortáni verstábor példa arra ezen túl, hogy természetesen nem egyszeri alkalom. Ugye Mónika ezt is megerősíti, hogy nem egyszeri alkalom, hogy most összegyűlünk, aztán ünnepelünk egyet. Ez sokkal, de sokkal többet jelent. Mi mindent kell tenniük a hétköznapokon, hogy azért egy ilyen nap valóban ünnep lehessen? Amikor rácsodálkozunk mi, de ebben nagyon sok munka fekszik, és még több emberség kell hozzá, hogy a gyerekek átadják azt a szeretetet a népművészet iránt, amit a színpadon visszaköszön. Hát nap mint nap igazából folyamatosan készülünk. Egész tanévben vannak olyan események, amire készülni kell, van szavalóverseny otthon is, van a népdalverseny, a szeretmenti népdalverseny, amire készülünk. Ilona rengeteg népdalversenyre rávitte már a leánkákat. Temesváron voltak most ősszel az Őszi Rózsa népdalversenyén, ahonnan első díjat értek haza. Akkor Szatmárnémetiben voltak, szintén most novemberben a Hajnal akar lenni népdalversenyen. És otthon is rengeteget gyakorolnak, énekelgetnek, mindig találkoznak, mindig együtt énekelnek, sokat mesél nekik Ilona a régi hagyományokról, a népszokásokról, arról, hogy régen ugye Guzsajosba tanulták meg ezeket az énekeket és a meséket, már akkor még jártak a fiatalok Guzsajosba, és ott tudtak találkozni, ott tudtak beszélgetni, ott tudtak énekeket egymásnak átadni. Most, hogy már nincs Guzsajos a faluba, ezek a hagyományőrző órák helyettesítik igazából, itt tudják ők ezt elsajátítani, és ezt folyamatosan nem úgy készülünk, hogy tudjuk, hogy decemberben jönni kell Székesfehérvárra, és akkor november végén elkezdünk tanulni egy pár éneket, hanem ezeket az énekeket például, amiket most is hoztunk, már évek óta tudják, csak mindig gyakorolgassuk. Értem. Miként telik egy napotok, Dária? Meséld el egy napodat nekünk. Az elejétől. Hát, felkelünk. Tehát, hogy elindulsz iskolába, rendben van. Hát, reggel készülök az iskolába, akkor ott ülök 3-kor, addig van óránk, akkor mikor hazajövök, ebédelek, és aztán a házi feladatokat csinálom, és mikor van idő, akkor játszodok a testvéremmel, a kis testvéremmel. Mikor jártok a magyar házba? Hát nekünk pénteken van 2 óra, mert akkor 12 órig van óránk, és akkor tudunk jönni akkor. De szerettek ott lenni. Igen, igen, nagyon szeretünk. Madalina, a te napod, az hogy néz ki? Hát elmegyek az iskolába, ott ülünk 2-kor, meddig van óránk,
hazajövök, ebédelek, és házi feladatomat csinálom, és mikor még ráérek, akkor játszodok a kis testvéremvel. Oké, tehát sok-sok jó barátotok van nyilvánvaló. Beszéljetek a magyar óráktól. Miért fontos szerintetek a ti szavaitokkal a magyar nyelvet megőrizni? Mi a jó a magyar nyelven? A dalok szépek nyilvánvaló, hajlítható szavak. Mi mindent tudnak átadni, Mónika, akkor inkább kérdezem a gyerekeknek, hogy tényleg úgy nőjenek fel, hogy a magyar nyelv szent legyen számukra. Hát igyekszünk minél többet átadni, de nagy hangsúlyt fektetünk elsősorban a régi énekekre, imákat is tanítunk nekik, a régi táncokat megtanítjuk, a régi népmeséket, csángó meséket, amiket ott a faluban mondnak még a idősebb asszonyok, hagyományőrző asszonyok, akik járnak a foglalkozásainkra is néha, mert legtöbbször úgy szervezzük a programjainkat, hogyha ilyen közös program van, akkor a hagyományőrzőket is meghívjuk, hogy ők is meséljenek magukról, hogy mondjanak meséket, hogy énekeljenek, a gyermekek is szerepelnek, és akkor ott vannak a szülők is. Erre igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni, hogy ezek a hagyományok, az énekeink, a táncaink, a meséink, ezeket mind tanulják meg, már ez muszáj átadni most. Most, hogy van erre lehetőség, hogy a magyar házba is tanulhatnak, az iskolába is tanulhatnak magyarul, ez fontos, hogy ez csak így marad meg igazából a kultúránk, hogyha ezt ők megtanulják, és majd továbbadják. És aztán az iskolai órákon természetesen ott egy kicsit kötöttebb a programmal, ott nem térünk, vagy nem a hagyományőrzéssel foglalkozunk, hanem ott pedig arra koncentrálunk, hogy írni-olvasni, megtanuljon helyesen a gyermek, illetve, hogy minél többet kommunikáljanak magyarul, arra koncentrálunk, mert ugye elég kevés lehetőségük van, illetve mivel a többi tantárgy románul van, tehát mindent románul tanulnak, ugye a magyar órán van erre alkalom, igen, hogy magyarul beszélgessenek, és mivel a templomba is a misék, az imák, a szertartás románul folyik, ott se nagyon gyakorolhatják, hát heti egy alkalommal van péntekenként 3-4-ig egy óra, amikor lehet magyarul imádkozni a templomba. Ennek nagyon örvendünk, de egyébként mindig máskor, mindenkor románul van minden, az iskolában is románul van, emiatt ők is, nekik is sokszor inkább könnyebb egymáshoz románul szólni, mert már annyira megszokták, hogy inkább automatikusan az ugrik be. Értem. Ugye arról beszéltünk, hogy ima, Renáta, a vers bizonyos értelemben ima. Amikor felnőttél és elkezdtél magyarul szépen beszélni, akkor biztos volt már, hogy választasz egy olyan utat, ami azért valljuk meg nem egészen jellemző? Hát a nővérem volt az, akit mindig mindenben utánoztam, és mindig felnéztem rá, és ő szeretette meg velem nagyon a verseket, és főleg József Attilát, mint költőt, és utána indultam el ezen az úton, és 2014 óta járok szavaló versenyekre. Ez egy nagyon szép út, és a nyelv is nagyon szép. Amikor a műsor elején arról beszéltem, hogy Dária milyen szépen énekelt nekünk, akkor arra gondoltam, és meg is kérdeztem, és igen, mondtál, ugye? Hogy énekelsz nekünk valamit. No, akkor halljuk. Mindazt mondja a viola, mit harmata se rokolyam. Harmatas buzát arattam, szeretőmtől elmaradtam. Tarararararararara. Harmatas buzát arattam, szeretőmtől elmaradtam. Tarararararararara. Vajon ki járt kis kertemben? Feltek-e gallamb kipi?
Szenti virágomnak ágát, violámnak szép virágát. Tarararararararara. Szedi virágomnak ágát, violámnak szép virágát. Tarararararararara. Köszönöm szépen, illetve köszönöm minden székesfehérvári nevében, hogy megtiszteltetek bennünket, és természetesen a nézőknek is mondom, hogy a teljes műsort fogjuk közvetíteni, és búcsúzzunk úgy, ahogy az elmúlt esztendőben Pál korintuszi levelével búcsúztunk a közönségtől. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Azt hiszem, hogy ez a veszély bennünket nem fenyeget, hiszen mosolygós szemmel érkeztek, és így azt kívánom mindnyájunk nevében, hogy így is távozzanak jó gondolatokkal, és bár, mert hogy ugye ahogy beszéltünk erről már, minden egyes ilyen adventi jótékonysági est vége, egy következőnek a kezdete. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. És köszönjük, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, tehát ma egy olyan beszélgetésnek lehettek tanúi, ahonnél Székelyföldről érkezett pusztinai vendégeinket láttuk vendégül, akik az adventi jótékonysági esten lépnek fel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!